Kedves nézőink, üdvözlök Önöket a Nyíregyháza Állatpark Palmusz étterembe, a következő kifejezetű műsorra. A mai alkalommal most újszor fogok használni sertésszűz és limonád találkozása. Ezt most már így írják. Frontális ütközése lesz. Hasonló lesz. Tök pürén. Meg egy kis natur. Egy kis zöld tiszta salátával. Zöld salátával. Hogy is fognak ezek a dolgok karambolozni? Találkozni te. Találkozni, karambolozni. Megint. Találkozni, jó. Szóval. A sütőtököt megsütöttük előre. Muszáj volt, míg ebből pürét fogunk készíteni, az megint idő lesz. Nincsen lesz egyszerű, mert még nem olyan puha a sütőtök. De igazán nem püré volt. Püré jellegű olyan fogunk bele készíteni. Olyan fagy, ami által ez kicsit képlékenyebb lehetne. Na de hát adunk neki egy kis gázt is. Egy kis gázt, egy kis tejszínt, és fog mindjárt sokkal jobb lesz. Esetleg egy pici gyömbért teszünk hozzá, vagy cukrot. Azt, egy kis gyömbérre gondoltunk. Szóval ki vannak sajátítva a tűzhelyek. Ez van. Van nekünk ilyen érdekes, pici kis libamell szeletkéink, amit előtte bepácoltunk 3-4 nappal ezelőtt. És fokhagymás, só, bors, olaj, narancslé, citromlé. Tehát ez tényleg az a verzió, amikor már 3-4 percen belül a hús el fog készülni. És mivel kés nem kaptam, te van a zöldséged, Bárna. Ezzel megint kezdi. Ezzel fogom előkészíteni a szűzpecsenyét. Megint kezdi. Ennek a szűznek is körülbelül csak a jó felére szükségünk, ennek is csak egy rendes hús, egy részére, ami nem kacsa. Nem liba, hanem liba inkább csak sertés. Ezt viszont még a sütés előtt kicsit körbeforgatom. Ezt el kell mondani, hogy a tűzpecsenyét előtte lehártyáztuk. Most megformázzuk, meg is fogjuk sütni. Ugye ennek a sütési ideje nem egy nagy intervallum, tehát percekben mérve is, egy, ha Zsana adna egy kis gázt, akkor sokkal könnyebb megdolgoznánk. Egy picikét is megsütjük. A tököt pedig azért alkottuk hozzá, illetve találtuk ki, mert azért mégis tél eleje van igazán, és mondhatnunk, hogy ez tényleg szezonális. És még a céklámat be se vetettem. Hál, ők keresnek, örüljenek, hogy higgyétek el. Se a sajtot, semmi ilyesmi se nem is hoz. Se a papírt. Se a papírt. Nem, a papírt azt megmondták, az 200-zal kevesen. A fehér egyensúly. Ja, a fehér egyensúly 200-zal kevesen. Mi már mindent teljesen. Na most itt van benne fehér pedig. Cukkerbite lesz hozzá, vagy csak? És méz. Várjál, ebben van még valami. Most melyikből melyik jön? Egyikből a szék, másikból meg az asztal, mi? Na. Két csökkel. Most jön egy-kettő, hopp. Egy csöpp, két csöpp, meg a kettő. Szóval miért is nem jó nekem azt, hogy én most téklával fogok itt főzni? Pedig az olyan szép színe, tehát lenne egy ilyen félbarnás, kicsit vöröses, egy teljesen világos, jól átsült, egy krémes sárgás és egy igazán mély vörös. Azt mondták, hogy inkább felejtsem el a céklámat, mert gyömbér sütőtök. Show hiányzik bele, show. Show, de nem kell a show, még mindig azt mondom. Már tettem. Már tett bele showt a kollega. Ebből egy nagyon jó kis lágy krém kellene, hogy elkészüljön. Van még turmix, turmixunk nincs. Van még időnk kérdezi. Viszont van. Ezt ide leteszem addig. Elnézést kérem, drága. Valami. Mit is fokhagymát? Valamit. Fokhagymát? Kérd bele. Miért annyira? Nagyon naturíze van még.
vezető fűszer bele, ez egy vezető, vezető fűszer. Só, mondjuk én ezt igazán nem tennék bele, inkább egy-két csöpp mézt. Én főztem, hát... Benne legyen az, mint én akartam, tessék egy csoki menta. Nem lesz barna tőle, csak csoki menta. Ugye ez mindenki azt mondja, hogy olyan jól hangzik, de tényleg ennek a mentának van egy kellemes utó illata, illetve íze, egy picit csokoládé. Így mondanám, kicsit csokoládé is. Tudják, ez úgy, mint a vörösborra érezni az áfonyát, az epret, a szedet. Amivel színezték. Senki nem érzi, de mindenki, hogy igen, igen. Pontosan van, aki érzi, de hát nem ez a jellemzés. Igen, persze. Ez a csoki menta variáció kollégámnak. Na. Ja, Istenem, lennék egy tábla csokoládé, úgy nem mutatnám, hogy milyen táblás csokoládés mentán van, tehát akárki akármit mond, ez akkor is olyan. Ugye most a zöldség az most nem csak ízlés lesz, hanem maga a saláta is. Tölt is lesz, így van. Is, így van. Ezt a sóréteget, amit itt elfelejtettem rátenni a húsa véletlenül, mert tudtam, hogy a tökbe úgy is benne lesz. Vajon honnan lehetett ezt sejteni? A sógyárból. A sógyárról, így van. Sógyárból. Pár perc elkészül. Mennyire legyen angolos? Jó, csak úgy izé azért. Csak olyan, azért legyen megsülve, nem? Igen, 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 legyen azért. Most nekem legyen megsülve, vagy mindenkinek nem, legyen? Nem, nekem. Rosé. Rosé. Akkor mehet. Ha rosé, akkor mehet. Na, elkészült a tökpüré is. Tökpüré is. Akkor most már csak egy kanál kellene hozzá, hogy ki tudjuk tálalni egy hosszú csíkban. Szüzet azért még sütöm, mert ez kicsit kényesebb valamivel. Na. És ez egyrészt sem pálcolva nem volt, addig viszont nagyon jókat lehetne itt katonázni is. Friss hús. Tessék ráhelyezni, kollégám. Mondjuk ennek az egésznek csak az 1/8-át tettem volna fel erre a nagytár. 1/8-át. Picit rozé is lesz az egész étel, de... Jaj, az ujjam! Címszóval... Kezdj már! Itt ujjam megvan. És megvan a megmaradt terepszínű ragasztószalm is megvan. Igen, eltett emlékbe. Alig van, hogy a kezét elvágja, hogy nyakát fogunk csavarni befele vele, ha kérdez, ha nem. És ezt felváltva fogjuk egymás után felrakni. Így belőle még, ugye? Így van. Na, még egyje. Ha tetszettek volna még látni ember 2:30-kor fényezni hideg cuccokat így, na az a nem semmi. Ez a vakkőműves. Bemutatom, ő volt a vakkőműves. De király volt. Annyi, hogy nem esett le a feje, mert megtámasztotta így. Másik közben a könyököltem. Így feste, illetve vasalt. Vasalni olyan jól tud. Igaz, nem vasalóval, hanem meleg vízzel kanállal. Nem a feleség meghallja. Meleg vízzel is kanállal tud csak vasalni, de... De az a, már jó, az a jó ment már vége felé. Így van, így van. Tehát azt azért mondjuk el, hogy a vasalás az nálunk mégis mit jelent. Az nem más, mint amikor a hidegkonyhai termék készen van, fel van szeletelve, és mielőtt kitennénk úgymond azokat a szép versenymunkákat, azoknak a külső részét, ahogy lemátottuk, mert ugye először kenjük, utána csak mátjuk folyamatosan 10-20-30% vagy 30-10-20% fordítva, így az igazi. Utána az összeset el kell sütni. Leaszpikozzuk, azt elfelejtem mondani, hogy aszpikozzuk. Ja, igen, aszpikozzuk. Így van. Utána és utána szépen pedig kanállal lesütjük. Na, ő ebben a vasalásnak az egyik művésze. De inget még nem tudok, inget még nem vállok. Így van, inget nem tud vasalni, függöny nem szeret vasalni, porszívózni meg nem is tud, viszont nagyon jó takarítógépe van, úgyhogy rendelést felveszünk, 0630, és a többi számot majd tőle kell megkérdezni. Kedves nézőink, az elkezdett ételt jót kívánunk. És mit készítettünk? Tökpüré, frizével, libamel és
Sertész Julius találkozása. Jó étvágyat! Jó étvágyat kívánunk!